No, hát minden foci szerető embernek jó napot, vagy inkább jó éjszakát kívánok a tegnapi este után. Hát már minden képzelmet felülmúlt a tegnap. Az a baj, nem ilyen kedélyes állapotban akartam én erről beszélni, hanem nagyon elküldeni mindenkit a jó kurva anyjába, de hát majd meglátjuk, hogy a videó közben mi lesz. Lehet, hogy majd fölbaszom magamat jó szerencsésebb esetben, mert az nagyon ilyen altatónak indul. Hát, azt a büdös picsáját, nem is tudom, hogy tényleg mivel kéne kezdeni. Hát kezdjük először is azzal, hogy azért sok mindent megértem, de azért ez már vadítóan odabaszott. Tehát ez, hogy esélytelenül kiesett a Debrecen, és 3-0, meg a Honvéd is, nem tudom, szóval nem is tudom. Tehát kezdjük a Debrecennél, az volt a nagyobb béka, amit nem is lehet lenyelni, mert ez már nem magyar pályákra való, hogy ilyen mocskos munkát, amit egyszerűen leadtak, ez egy szar volt. Hát kezdjük a Debrecennél. Ugye, eleve kezdjük azt, hogy idegenben még nem játszottak rosszul, és már most előre bocsátom, hogy aki megszíti, hogy ki az a faszoponyom, mert mi a gecit oktat, igenis el fogom mondani a véleményemet, bazdmeg. Tudom, hogy igazat beszélek, szóval semmi öngátlás nincs bennem, mert én el fogom mondani az igazat, leszarom, bazdmeg. Ti ugyanolyan nyomorékok vagytok, meg nagyobbak, úgyhogy semmi gond, nyugodtan lehet szídni. Nyugodtan elmondom a véleményemet. Ez most a YouTube-osoknak szól, meg az ilyen passzokóknak. Mégis minél tartottam, hogy körülbelül itt kérdezitek meg ezt. Ja, apropó, ja igen, szakmai rész. Hát szakmai rész, majd lehet, hogy lesz egy kicsit, de megmondom őszintén, persze, én nem ilyen felszoptatott, ilyen Mourinho, meg ilyen passzokó vagyok, lehet, hogy én nem értek hozzá. Tehát mindegy, most én leélekteni, meg lelki okokba jobban belemegyek, nem érdekes. Persze azért minden itt ebbe, szóval nem kell. Mi bevezetésnek ennyi, hát térjünk rá, majd minden csapatra kitérek egy kicsit, mindegy, majd meglátjuk. Hát szóval kezdjük a Debrecenni. Megmondom őszintén azért tényleg, én egyébként fogadni is szoktam, és én magyar csapat ellen itt ülök, ahogy mondom, az életben nem tettem magyar csapat ellen, talán egyszer tettem az Alba Volán, komolyan senki ellen. Még amikor volt a magyar-holland, simán megtettem még a magyarokat is, szóval miről beszélünk, tehát én tényleg egy elvetlen ütfasz vagyok, tehát én velem nyugodtan jöhettek, mert én kurvára nem. Én még magyar csapat ellen se fogadtam, múltkor is megtettem, hogy Győr nem kap ki, hát meg is szoptattak. Jó, nem azon múlt a Győrön, csomó mindenen elment a szelvén, tök mindegy, bazd meg leszarok. Tehát én nyugodtan mondhatjátok ezt a részét, ebbe is elmondom véleményel. Akkor a lényeg. Hát ugye elértett idegenben egy 2-2-t. Volt kapufájuk, minden, több helyzetük volt. Jó. Igazából eleve nem értem ezt az egészet, hogy az egész taktika most itt hazai pályán, egyszerűen nem lehet így kijönni. Tehát ilyen defenzív, passzív játékot, amit ezek lebasztak oda, én egyszerűen nem is értem. Hát, miből gondoltak? Még a meccs előtt, olyan naiv voltam a meccs előtt, mondom, nehogy ezek egy 0-0-ra vagy 1-1-re játszanak és kész. Elmondom, nemhogy 1-1-re játszottak. Hát eleve már megszoptatták magukat, így nem lehet játszani, bazd meg. Én már azt mondom, hogy rémálmaimban azt mondom, hogy 0-1, oké, de 0-3, ilyen nincs, bazd meg. Hát úgy történt, eleve néztem a Honvédot egy 2-0-ig, körülbelül akkor kapta a Debrecen is ott a gólt, vagy már gólokat. Már egy darabig volt 2-0 is mind a két, mert ugye néztem a Duna TV-n meg az M1-en, szépen kapcsolgattam, és ugye elég az hozzá, hogy oda vissza kapcsolgattam, azt látom, bazd meg, hogy 2-0-nál jó érzékkel kapcsoltam mindig oda, nézem a Duna TV-n, pont így a gólöröm végére, tehát azt sem tudtam tényleg, hogy mi van, meg így a nézőket is mutatták, és pillanatra, persze rögtön átpillantra hagytam, hogy ez 3-0. És nézem, ezt hiszem viszont el, bazd meg, na az már tényleg mindennek beadta a vívet. Ilyen nincs, hogy 2-3-0, bazd meg, ezt nem akartam elhinni. És most milyen elvakult vagyok, én rohadjak meg, ha egy Debrecen Manchester lett volna, Real, vagy most a Bayern a nagy felszoktatás, akkor jó, legyen Bayern. Ha egy Bayern rúg 3-4 gólt, akkor is azt mondom, hogy szemem előtt ne. Hát akkor gondoljatok, bazd meg, akkor mit érzek, hogy egy norvég, tényleg ki is írtam ott,
Minden, hát felmentem az oldalukra, és én mindenkinek elküldtem a gecibe. Már biztos kaptam szerelmes leveleket, de nem aggódok, én majd azokat is kiosztom. Nem probléma ez nekem. Hát elmondtam ott is, hogy ilyen rozmásszopató, ilyen bánavadász, gecifasszopó norvégok, ilyen skandináv gecik, bazd meg, az életükben, a halászfaluban nőttek föl. Egyébként elmondom, ez fájó dolog. Én horgász vagyok, de ott több hal van, mint bazd meg. Ott olyanokkal dobnak be csalizni, amit mi itt fogunk, bazd meg. Nem, ha mi 22 dekásot fogunk, azok meg 22 kilósat, bazd meg. Úgyhogy azért a horgászatilag se, az megint csak az én terepem, abban nem menjünk bele, bazd meg. Hogy ott mi megy, meg itt mi megy. Nagy fasság. Úgyhogy természeti értékekben is olyan szegények vagyunk, hogy Európa szopatói vagyunk már. Pöcegődre ebből is. Mindegy. Úgyhogy már nem menjünk bele, hogy halászfalú, nem halászfalú, de azért ne haragudjatok, bazd meg. Ilyen norvég gecit meg. Én ezt már nem is gondoltam, bazd meg, hogy 3 óra kibírtok szopogatni. Ilyen nincs, bazd meg. Egy norvég, ez azért már mindennek a teteje volt. Én a Honvédot is azt mondtam, ők kiesnek egy döntetlenne, akkor is mérges lettem volna. Hát de nem, hogy még kiesnek egy döntetlenne, még halálra szopatták őket hazai pályán. Hát ilyen még az Isten nem baszott, és sajnos a jó Isten, nem akarom a számra venni. Isten bizony nem érdemli meg. Ez kár, hogy ez most kicsúszott. De ez az igazság, mert nem ilyen hangvételű ez altató, ahogy most én beszélek, ez lófasz. Igazából azt sem mondom, hogy főbasztam magam, mert már nem. Én már megértem sokat. Újpest vadúz, magyar Máta, Máta magyar pontosabban. Mindent megértem, én már nem kell nekem nagyon bemutogatni. Úgyhogy igenis, nagyon is, hogy mondjam, jó ember dumál itt, mert tegnap ugye írtam ott a debreceni oldalon, Facebook, tök mindegy, mindenhol beírtam. Na, írja a debreceni gyerek is, hogy hát mit szólsz a fehérvári majom parádéhoz. Hát mondom, bazd meg, faszopó nyomorékok, mit szólnék, bazd meg. Azt hitte a gyerek, hogy én majd oda megyek ajázni, hogy már én fehérvári vagyok, meg azt hitte a gyerek, majd én oda megyek. Hát bazd meg, barátom, elkúrtad. Én nem, na most eleve, ez már eleve egy ilyen, egy rossz sztereotípia, hogy a színek, mindegy, beszanítod faszopó kutya, meg mind amikor a lovaknak bazd meg ilyen szemellenző. Hogy a zöldet utálni kell, akkor egész életetekbe utáljátok a zöldet. Vagy a lilát utálni kell egész életetekbe. Nem a színekkel dönti el, te mocskos faszopó. Hát ez fog föl, te nyomorék, geci. Hát ez a lényeg, magyarok vagyunk, tök mindegy, hogy fitma felső, alsó, vagy becsés, vagy bivaj basznád. Ez a lényeg, te faszopó. Hát mindegy, hogy Győr, vagy Vidi. Ki szopott le? Magyarország szopott le, te szerencsétlen, geci. Ezt fogjátok már föl egyszer a 20 évben, bazd meg. Ezt kellene főkúrni már, főfúrni, bazd meg, te geciráda. Az egész Magyarország szop le, nem a izé vidi. Hát valamelyik fórumon beleütköztem ilyenbe, hogy szopjon le a Győr, mert milyen jó, hogy a Győr kiesett. Na az ilyen embereket kéne rögtön nekifutásból fejbe baszni. Hát miről beszélsz, te igen nagy faszopó? Hát igenis, bazd meg, mi az, hogy kiesett a Győr? Hát te még örülsz is ennek? Hát szop le a faszomat. Nem a Vidi a lényeg, a Vidi is faszopó, a Honvéd, a Győr, az Újpest. Elmondom én az egész mocskos csap. Ja, hát az is főkúr, hogy ilyen vagy Puskás Akadémia. Én még az ilyet kurva Isten nem baszott. Tehát ilyet nem baszott még a rohadt Isten. Ilyen sincs, hogy Di Stefano Akadémia, bazd meg. Vagy hogy most menjünk a mai szálokba még visszasebb. Cristiano Akadémia, vagy Lionel Akadémia, bazd meg. Ez hogy hangzik, bazd meg? Hát nem vagytok ti normális, hogy ilyen csapat az Isten nem kurt. Meg azt, hogy az akadémiákról is annyit bazd meg. Ez olyan, mint az iskola. Mit tanítottatok? Semmit. Szopjátok le a faszomat. Elmondom neked, bazd meg. Ez ugyanolyan, mint az iskola. Nem, az a lényeg, hogy az ember az önmagától, a magára, hogy mire nyitott a világban, maga dönti el, hogy mire tanulsz, te faszopó. Ilyen akadémiák, bazd meg. Miért Puskás? Hol volt, te faszopó? Hol? Az utcán volt, a Grundon nőtt föl, te geciláda. Nem bazd meg ilyen akadémiák, ilyen felszoktatás, bazd meg. Akadémia, bazd meg. Hát ez olyan, mint amikor én bementem az óvodába, bazd meg. Anya, picsája, nem is mondok erre semmit. Na, nevekről ennyit. Lombard, pápa, meg faszom. Nem ez a lényeg? Magyar csapat? Magyar. Ki szop le a magyar? Én ugyanúgy megnéztem a luxemburgiakat, lehet, hogy valaki francia, német, angol megnézi, hogy mit játszott ez a Debrecen? Vagy mit játszott a Honvéd? Érted, megnézik el, nehogy azt higgyétek, hogy nem nézik meg. És akkor kinőttnek a nyomorék magyarokon. Na, ez az igazság. Úgyhogy ezekről ennyit, hogy ki hova tartozik. Hova tartozok? Én magyar vagyok, te geci.
hova tartozok. Ja, megtaláltak a Kovács Petivel, hogy én hazaáruloztam. Arról meg annyit, volt a magyar-norvég barátságos ti faszopok. Hát mit nyilatkozott az a geci láda? Az a vörös hajú geci, hogy fölrúgnám, bazd meg a marsik, bazd meg azt a faszopot, hogy kiszakadna a feje az egyenlítőné, bazd meg a drogba 40-es faszom mellett, bazd meg, amikor ül elefántom, bazd meg. Meg a niggernők, amikor szoptatják a gyereküket, bazd meg, ott szakadna ki Vizéba, bazd meg, Gánába, bazd meg, úgy fölütném a fejét, bazd meg. Mi az, hogy bazd meg hazáról? Hát persze, hogy hazáról. Mit mondott? Ön norvégnak érzi magát. Ennyi volt, leszophat. És nem az a lényeg, mert igazatok van. Mert azt mondtátok, hogy ő csak a dolgát végezte. Igen. Dolgát. De elmondom, azért örült az a geciláda. Azért már nehogy már örüljön, bazd meg. Magyar csapatnak gólt lőnék, én a világ szégyene lenne. Remegő lábban mennék a pályára. Én nem bírnák magyar csapatnak. Mondom, én fogadni szoktam, soha nem tettem magyar csapat ellen. Soha. Egyszer talán mondom a Volán ellen, akkor is főbasztak, mert már mindig kikaptak. Akkor tettem egyszer meg, de meg se teszem, 1.40-es otcok voltak, nem teszek meg. Magyar ellen soha nem tettem. Most is azt tettem, hogy nem kap ki a Debrecen. Rohadjak meg, ott van, megtettem. Meg is mutatom, belépek a gépre, megmutatom nektek. Megtettem, bazd meg, hogy nem kap ki a Debrecen. Hát nem, hogy nem kaptak ki, 3-0 égtek le, bazd meg. Mert én azt mondom, a 2-0 az egy állapot, de a 3-0-4 az már a geci földedöngölés. Ja. Azt itt jönnek a luxemburgi már. Hát elmondom neked, én mindig extázis, amikor egy luxemburgi itthon kiabálkozom. Luxemburgi csapat, basszátok szájon, 5 gólt rúgott egy üteknek, egy holland csapatnak, bassz meg, 5 gólt rúgott. Hát na azért, ez már mindent elmond. Tehát ennél már tényleg, ez döbbenet. Én tényleg ledöbbentem, és csak gratulálni tudok neki. 5 gólt azért már egy holland csapatnak rúgtak, és tovább jutottak, nem az, hogy rúgtak. Én nem tudom, a Birkirkara ott volt, Mariborra játszott, ugye Máltai barátain. Én mindig dukkolok a Máltaiaknak is. Hát 2-0-ra összesítve kiestek. És az mi bazd meg egy Maribor ellen? Hát én megkockáztam, hogy Maribor kifog egy jó napot, egy bizbasz, gyengébb, lófasz, olasz csapatot, egy Genova ellen simán helytel, vagy ki ellen, tök mindegy, Fior. Mondjuk most már Fiort, most mindegy, hogy most ott üzleti ág, most nem menjünk bele, mert ott most az erős csapat lesz, de annyi a lényeg, bazd meg, hát milyen helytállás, 2-0-ra? Hát még simán nekik volt több helyzetük, én néztem a dolgokat. Hát akkor miről beszéltek? Elmondom, a Maribor ellen tovább jutott volna a Birkirkara, az mi lett volna? Majdnem ott volt. Úgyhogy máltai csapatok nem vicc, tovább jutásért mennek pályára. Hát mégis miért? Hát 0-0-ra végeztek első meccsen, még az hazai pályás, ez tőlük. Nem szégyen. Szóval azért mondom, magyar csapatokat megnézitek, geci nagy szégyen. Ilyen nincs, bazd meg. Ugye? És az ezekszel is, most nem kell egy szakma, az nincs szakma. Passzív, defenzív, ennyi az egész. Így nem lehet pályára lépni. Hát, ja, és még a meccs előtt mondtam én, naiv faszopó, hogy ja, hát legyen csak egy 0-0 vagy 1-1, akkor nem lesz gond. Hát nem 0-0 meg 1-1 lett, a gecimet lett 0-0. Hát bazd meg, még 3-0-ra földbe döngöltek titeket. A másik oldalon ott is ez a Diarra, vagy a faszom tudja, mindegyik Diarra szól mindegy. Habiszti lőtt ezt a gólt. Hát én megmondom őszintén, elmosolyodott a gyerek. Én megmondom, a földet kellett volna derékszögbe nézni, és elmenni a kúlogni a véreres, éces faszba. Nincs ilyen, hogy örülök. 4-1, hát bazd meg, szétaláztak minket. De jó, hogy gólt lőttetek 5-1 összesen. Hát volt olyan pillanat, kajakra nem tudtam számolni, hogy mennyi kell a továbbjutáshoz, komolyan. És azért mondjuk meg, a Debrecennek 4, a Honvédnak 5 gól kellett volna a továbbjutáshoz, bazd. Azt mondom, 2 vagy 3, a getting nem szól, egy szót nem szólnék, bazd meg, de azért 4 meg 5 gólokkal leszokni. Úgyhogy szerintem így a Honvédról meg a Debrecenről el is mondtam. A Győrről elmondtam, ugye, hogy mit mondtak a legtöbb, hogy de jó. Nem de jó, te fasz. Meg azt, hogy jaj, de jó, hogy a Győr ezért lett bajnok. Mi az, hogy ezért lett bajnok, te fasz? Hát ezt fogjátok már fel a get is. Bazd meg, nem is mondok, nem. Tényleg most már kezdek üzemi hőmérsékleten égni. Ez a jó, fölkurom magamat, azt elmondom a véleményet. Nem akarok itt így nyimnyál, halvérüskönni, mint a harmadik. Na, a harmadik fél idő, bazd meg. Hát na, az aztán... Azt a úrva Isten. Hát az, ami ott nyámnyiláskodás, mézmázas geci megy, hát én úgy fölrúgnám őket, mint a faszom. Egyszer még kajak azon röhögtem, egyszer bement a havas, olyan műsort lekúrt, mint a kurva Isten, jókat röhögtem rajta. De ilyen nincs, hogy ott nyámnyiláskodunk, hogy jaj, de kis
kis rendes játékosok, meg néha ott van a családja, meg milyen kis, menjetek a faszomra, mit kell ehhez hozzáni. Szokunk 20 éve, 40 éve, ez a lényeg, bazd meg, nem az, hogy ott nyámíráskodnak, szóval az a harmadik félidő, ez a harmadik félidő, amit most tartok, itt vagyok, ez a harmadik félidő, bazd meg. Na, ja, hát a szurkolókról annyit írták, nagyon sok emberre egyetértetve, sőt, még ők írták, bocsánat, hát ez nem az én véleményem volt, hogy a szurkolók is már egyre faszopóbbak, hogy ilyen kis nyámnyira gezik. Kekire egyetértek. Hú, basszátok meg. Ha nézzétek meg a Debrecen, arról pofáztok ti mindig, hogy nincs gyerek. Hát csak az volt, bazd meg. Hát láttam a képeket, csak nő meg gyerek volt. Hát akkor mi a kurva anyátok, hogy nincs gyerek? Tudod, mi a gyerek? Az segbe baszott apátok, bazd meg. Milyen, hogy nem volt gyerek, bazd meg. Na ezt is mondtam rájuk, hogy rosszabbak, mint a buzik, mert ezek még évezték is, hogy megbasszák őket. Bazd meg, ilyen nincs, bazd meg. Meg ahogy a kurva is egy dolgot csinál, de ahhoz legalább ért. Hát igen, bazd meg. Ezért fizetni. Azok a nézők, akik fizetnek, hát rosszabbak, mint a cicik. Hát ezt nézték végig, hogy hullára copattak minket, bazd meg. Ne haragudj, nem, én most nem vagyok rasszista se, de milyen norvég kapus volt, bazd meg. Néger, két méteres, ilyeneket a NBA drafton szórnak ki, bazd meg. Zembiében nem élik meg a nyarat se, bazd meg. Ezeket kibasszák még ilyen drón, meg mit tudom én, ilyen kis mint amire, ahogy hívják is ment a milyen Ádám, na, a kosaras Hanga Ádám is, meg minden, szóval ilyen kis draftokon kibasszák őket a második körben, meg az elsőben is már. De hát most szarul sült el, nem is ezt akartam mondani. A lényeg az, hogy ilyen niga emberek, meg minden norvég, bazd meg, hófej picsájukat is picsárugnál. Ilyen nincs, bazd meg, ilyen nigák vannak ott, meg ilyen faszopok. De azok legalább régiósok, bazd meg, nem mindezek itt, hogy bazd meg szart nem tudnak. Hát a nevezzük kisnézinek, mert hát én az apját is nagyon szerettem, na ő tényleg egy legenda volt, meg a fia is kibaszott tehetséges. Tehát ifjabbnak, vagy és nevezzük, mindegy, minek nevezzük. Szóval az ifjak nézni is, amikor mondta, hogy az a kis szélső, aki a Vojvodinában játszott, kibaszott jól játszott, oda-vissza úgy megrángatta őket, mint a rohadt Isten, bazd meg. Na az igen, az régiós, de ezek nem tudom. Tehát én néztem, és akkor most jön a szakma, nézzétek meg a Barszt, egyébként ők is hullára szophatnak, szóval lefaram őket, de azért ők is hogy vesznek kapust? Tudjon passzolni, emberekhez menjen, majdnem, hogy már háromszögel, meg kényszerítőzik a kapus is, bazd meg, mert már játékban benne kell, hogy legyen te passzopó, nem az, hogy kaputól kapuig rugom, mert két méteres passzopó langalét a geciláda vagyok, hanem már el kell tudni kezelni még annak is a labdát. Meg itt azt láttam, hogy ilyen, gyorsan akartam mondani, mindegy. Szóval egy itt ilyen be vannak szarva, mint az állat, a védőkön is rögtön el, pánikfoci megy. Mindenki az szabadul a labdától, elrúgja a geszibe, ha néztem direkt védőtől védőig fejelte. Ilyen nincs, bazd meg. Le kell venni a labdát, társhoz passzolni, laposan, korszerű játék. Ez egy lófasz. Be voltak szarva, mint az állat, mindenki rúgta, merre látott, bazd meg. Ilyen nincs, bazd meg. Hát itt már mindenki technikás, hát egy külföldi csapatban egy védő technikásabb, mint itt nem is tudom, egy csatárban. Ilyen nincs, hogy ennyire ne tudjanak játszani. Most már rámentek arra is, hogy esetleg legyen nagy, meg legyen két méteres passzopó, lapligeci. Hát igen, ez működik az Ibránál. Ő egy kibaszott technikás játékos, aztán mekkora nagy darab. De ez nem mindenkinél működik ám. Valaki meg egy nagy darab geci, mint ilyen szidibe passzopók, azt állnak, mint az alukte. És akkor most jön a lényeg. Most ilyen debreceniek biztos mondanák, hogy mi a faszidon, két gólt rúgott. Milyen két gólt egy geci faszopó? Hát 5-2-re még hány góllal szopjatok ki, hogy elhit? Hány góllal szopják ki 10-2-re, akkor elhiszed? Nem az a lényeg, hogy két gól. Hát persze, rúgott két gólt. Le ne szopjam a 40-es nigger faszát. De nem érted, bazd meg? Nem az a lényeg, rúgott két gólt, meg kaptunk 5-öt. Ez a lényeg, bazd meg. Mert nem biztos, hogy ezt kapnám. Tudom én már válaszaitokra is most, a kérdéseitekre, már most megmondom a választ. Szóval én már rutinos vagyok, bazd meg, de nem basztok ki. Mondom, a debreceni gyerek kitörölte, amit írt. Hát szerintem látta, hogy gond van, ez nagyobb fasz, mint gondoltam. Sajnos az vagyok. Bennem van ez a kurva vér. Én megmondom, én úgy a lényeget, bazd meg, hogy a bazd meg, a faszatok első, bazd meg. Nekem nem, engem nem oktattok ki. Mi az, hogy izé, szidibe?
Hol volt a CD-be, bazd meg? És ha rúgok két gólt, kaptunk ötöt. Ezen kéne elgondolkozni, bazd meg. Mert biztos, hogy a CD-bét megvédeni. Na jó van, szóval erről is ennyi. Erről is ennyi. Tudom, hát most válaszoltam, pedig senki nem... De biztos, hogy ezzel is mondta, jöttek volna, hogy én mit szidom. Hát mit? Ennyit. Ez meg ugyanez a Kovács Petis ügy is. Bazd meg. Hát mit nyilatkozott ez a fasz? Tehát kinek van igaza? Ennyi. De én maga biztos vagyok, tudom, hogy nekem van igazam. Én leszarom. Akkor is elmondom a véleményet. Tudom jó, hogy igazam van, és kép, bazd meg. Na mindegy, aztán gyakorlatilag... Na most az esélyeket tekintve elmondtam ezzel mindent, hogy a Győrnek volt a legeslegkevesebb esélye. Így van. Azt úgy. Tehát ők meg aztán kétszer olyan defenzívek, passzívak voltak, mint talán Debrecen is. Azt láttam tényleg, hogy kimentek, és 0-1 is olyan tényleg görnyetnek, így mentek a labdáért, hogy lógott a kezük. Ilyen nincs, bazd meg. Ilyen nincs. Egyszerűen tényleg a body language, ez már tényleg a testbeszéd, hogy úgy mentek oda föl, hogy egy passzopok. Látszott az egész, hogy itt geci nagy gáz van. És megmondom őszintén, 0-1-nél nagyon nagy elbaszás volt. Az, hogy egy bedobást, hát egy bedobást egymást kellett volna lerúgni, hogy kirúgja be, vagy kiadja be ezt a szopolád a bedobást. És ezek ott álltak, mint a fasz, nem izé a fasz, ne keverjük ide. Hát, na mindegy. Úgyhogy ezek elmondom neked, egymást kellett volna házba rúgni, hogy kirúgja be. Hát ciki, 0-1 volt, elhazai pályán. Az 1-1 is egy felszoptatott szar, hát olyan szar az 1-1 is, mint a rohadt Isten, bazd meg. Már mondom, nem az Istent akarom, a jó Istent, az egyedül nem akarom színi, de egyszerűen már kihozza belőlem. Ilyen nincs, bazd meg. Egy bedobásért is úgy kellett volna menni, mint a kurva Isten. Közben itt pillog ez a mocskos mobilom, nem tudom, hogy nem erült-e. Rohadjon meg. Talán nem. Talán nem merült le, leszorom egyébként. Az az igazság, bazd meg, hogy igazából ez eleve, ami már, ez tényleg, hogy ezt a videót csinálom főkül, az most ennél nincs tüleje, tényleg, ez már nem főbaszott. És akkor most nem Győr. Ez a Győrről ennyit, ő nekik volt a legkevesebb esélyük. Ott hazai, vagy tényleg ott is egyszerűen ez döbbenet volt, ahogy ezek a pályára mentek. És még habiszi, hogy jaj, nem lesz gond, hát mi helytállunk. Hát nem, hogy helytálltak, még kaptak ott is még kettőt. Én egyszerűen nem tudom, hogy hogy lehet így játszani. És tényleg, egyszerűen, hát csak a kapus sajnáltam, az az egy légiós volt, Kamenárló fasz, az legalább védett valamiket, de az összes többi. Én megmondom például, hogy itt van ez a Kemenes Szabi is, egy nagyon vicces, jópofa gyerek, de ez most nagyon benne volt tegnap a gólokban, és nem bántani akarom, mert az egész csapat szar volt, tehát ő volt a legkevésbé hibás, tehát ne, hogy az legyen. És még egyszer mondom, a Vidire kitérve, a, mit mondta, azt most nem tudom, hogy csak a kommentátor mondta, vagy ez tényleg igaz, hogy nagy képű. Ilyet még az Isten nem baszik. Miért? Azért, mert kijutottak egyszer, 20 évente kijutnak Európa Ligába, minden magyar csapatra igaz. Hát most ment a Sport Egyen, ment a bazd meg a Fradi Reál. Ilyet az Isten nem baszott. Hát ne arra úgyatok, leszarom a Fradi Reál. Hát kit érdekel, bazd meg? Ez ugyanolyan, mint egész életemben a határnak kell nézni. Én nekem meg is vannak. Én megvan, nekem megvan a Fradi menetelése is, itt van, egy csomó videó van a gépemen. Megvan, Puskás összes megtalálható gólja megvan. Nekem tele van a gólokkal a gépem. De én is azt mondom, hogy már nem akarom életfolytnégre egy 6-3-at nézni, bazd meg. Ez már múlt, bazd meg. Két napra rá el kell ezt felejteni. Nincs már, a mai világban, a rohanásban nincs erre idő, hogy jaj, 6-3, bazd meg. Már rég azóta leszoptattak minket 50 000-szer, bazd meg. Rég el kellene már gondolkozni, bazd meg, nem ilyen 6-3-aknál leragadni, meg ilyen Real Fradi 6-1-eket ismételgetni, bazd meg. Hát még ez is még, hogy mondjam, ez is még büszke dolog, hogy 6-1-re leszoktunk ott. Hát azért nem, nekem én nem vagyok büszke, ne aggódjatok. Meg a Debrecen 0 ponttal kiesett. Tök mindegy, bazd meg, azt ott is ugye, na arra is beszél, vagy ott is még a kabát meg, hogy be voltak rúgva, nem tudom, hogy összetörtek valamit ott a városba. Jó, játékosokra is ennyit. A játékosoknak meg nincs olyan, nem is tudjátok ti elképzelni, játékos gecik, mennyi bánt szokoztatok az olyan embereknek, mint akik szeretik a focit, mint én is. Igenis, bazd meg, hány, mennyi faszupó bántokot okoztatok, bazd meg, hányszor főkurtátok az ember, azért, mert ilyen a mentalitásotok, bazd meg. Ez jó fasz, amit ott dolgoztok, ez egy nagy fasság. Ezért el se kellett volna tényleg kezdeni.
Sok ember Brazíliába éhezik, bazd, és sokkal tehetségesebb, mint itt némelyik ember, és igazságtalan ez a világ, úgy, ahogy van. És akkor bazd meg, ez elé játszott, én nem is tudom elképzelni ezt az egészet, hogy hogy működik. És lehet, hogy még egyszer mondom, előjön, hogy ez a faszopó geci, mit dumál itt nekem? Hát mit te fasz? Akkor is igazán van, bazd meg. Tudom, hogy mit beszélek. Nem, teljesen felesleges, itt bármiről is beszélni. Tudom én, hogy mit mondok. Nem humoros kedvemben vagyok én sem, hogy elmondom ezt, de ez az igazság. Szóval győrőleink, ja Vidi, hát ugye nagyképűek voltak, gratulálok. Én nem tudom, hogy a Szúza egyébként a Szúzát is úgy meggyűlöltem, mint a szar. Mindörítő. De azért azt mondom, hogy ő valamit még, tényleg még csak valamit belétett, de akkor mi a fasz tudott? És most meg mi van, hogy most meg lefogtok? Nem értem. Nem, ezt sem tudom felfogni. Ha meg nagyképűek voltak, mert a Honvéd is egy Montenegrói csapat, nem tudom. Valamelyik írta, hogy az első csapatok jöttek, akik nem maguk ellen fogadtak. Na ezzel is mondom. De most őszintén tényleg, tehát én nem tudom, hogy a Podgorica vagy ki a faszom, nem tudom, hogy lehetett kiesni, bazd meg. Na, nem értem, bazd meg. És a 92. percben olyan is, mert minden csapat mi szinte ember előnyben volt, az se számít már mi nekünk. Én nem tudom, szóval itt már pszichológus is kevés, mert valami lelkileg van, nem csak az, hogy játékban, de valami nem simmel, hogy el tudják máltai csapatok hinni, és nem tudom, hogy ott a pénz, csak nincs annyi pénzük nekik se. Nem értem. Tehát egyszerűen valami itt nagyon nem simmel, hogy ennyire nem, és tudom, hogy mindig már a gazdaság, meg a faszom, mert annyi minden szemszögben meg van között, hogy egész nap a sporttévében zuhanyhíradó bazd, ez a zuhanyhíradó bazd, a hideg zuhany, mi a faszom híradó. Egész nap ez megy, hát akkor mi a geci? Nem értem, én sem értem, pedig már 20 éve itt vagyok, bazd meg, egész nap nézem a focit, soha nem értem meg, hogy mi a gecér van ez. Hogy egyszerűen szőrön kívülieknek képzeljük magukat az emberek, hogy mi magyarok, hogy nem tudjuk. Miért nem tudunk, bazd meg, mi is a csodát? Dehogy nem tudunk. És mégis nem tudtok odaállni tisztességesen. Nem értem. Én egyszerűen tényleg nem értem, hogy miért nem lehet tisztességesen játszani. Én nem, egyszerűen nem értem ezt az egészet, meg soha. Nem. Kitől mondtam, hogy a Vidit? Hát szóval 2-2-vel az is olyan undorító. Tehát nekem semmivel nem volt jobb, mint az 5-1. Nagyon, ilyen szomorúan 92. perc, így kiesi, plusz még ember előnyben volt, akkor már ott is. Lehet, hogy csak 5 perc, nem is az a lényeg. Hát a Honvéd meg talán. És annyira éreztem, hogy ember előnyben vannak kinti meccsre beszéltek. Ember előnyben vannak, hát nem előnyben, mi fogunk még kapni. Nem is idegesítkedtem, mert már annyira éreztem. Tudom én már, mondom én már rutinos vagyok. Már ezen nőttem fel. Már iszok is, bazd meg, mert tényleg már a faszom. Már is pofáltak itt. Bazd meg. Lehet, hogy az van, hogy én is most szobába dumálok. Ne aggódj, panokom. Mivel nyugodtan beszélhetem. Én akkor is elmondom az igazat, bazd meg. És tudod, mit mondok? Mi a különbség a néger faszok között, bazd meg? És most mondom, én nem vagyok rasszista. Mi a különbség ilyen diabigecik között? Az, hogy neki 40-es a fasza, nekem nem. Elmondom neked, valamennyi rálátásom van a freestyle focira, egy-két lükköt azért tudok. Fociba se, én azt mondom, azért van hozzá valami kis elképzelésem. Hát én biztos nem 5 méterre pattant tőlem el a labda, azt elmondom. Azt lehet, hogy azt mondom, hogy némelyik niggernek a fasza vastagabb, mint nekem a kezem. Leszarom, bazd meg. Lehet, hogy egy vékony geci vagyok. És akkor nézd meg a Neymart. Az a lényeg, hogy egy ilyen legyen, egy robbanékony, bazd meg. Mert ő tud cselezni, meg egy... És egyébként most nagyon itt megemlítem. Nagyon gratulálok a Ronaldinho-nak. Megnyerte a Libertadores kupát. Nagyon örülök neki. Nagyon örülök. Megérdemli. Na, ő például ellentetje. Ő mindig mosolyog. Mindig egy brazil, a tánc, a szamba, a zene, a minden benne van ebben az emberben, amit én szeretek. Isten az az ember. Tud is focizni mindent, no look pass, nem nézek oda, ide baszom oda, hopp egy kötény, hopp egy rabóna. Na ez az feelingje a focinak, ez a foci. Ad egy kötényt, oda se néz. Ez a lényeg, bazd meg. A finomságok, ezért mondom, hogy tud focizni az a fasz. Hát a kurva Isten, milyen jó pofa gyerek. Le a kalappal, bazd meg. Le a kalappal. Isten az az ember. Én itt mondom nektek. Eleve bazd meg azt, hogy
És olyan, mint egy 10 éves kisgyerek. Ez a tisztaság nincs meg sok mindenkiben, ma már senkiben bazni. Felmegy, élvezi a játékot, örül, hogy ott lehet a pályán. Ez az igazságban. Nem érdekel, hogy gazdag, leszokhat, ő is leszokhat, de az a lényeg bazd meg, hogy benne van a... Jó, oké, hogy ez egy művészember, az ilyen norvég rozmás fikmafékverők, meg bazd meg, az ilyenek bazd meg kb. Lófaszok, tehát kb. Munkás emberek, ő meg zseni. Nem ez a lényeg, bazd meg. Az a lényeg, hogy tud focizni és kész. Az más dolog, hogy a média felszoktatás, én nem szeretem már, hogy a Neymar, meg a faszom Neymar, hát annak is azt a kóbor fasz fejét, amikor, hát bazd meg, meglátom, az ideg szép basszusoktól. Nem, hogy egyébként szeretem meg semmi, csak amikor ez a felszoktatott média jelleget nem bírom, hogy mit akar, menjen a faszom az a csöves is, tehát csak elbarugnám azt is. De különben jól játszik, tehát semmi gond nincs vele. Messi is abszolút egy született zseni. És azt mondom, hogy igazából, és a Ronaldo is nagyon jól focizik, és azt mondom, hogy legalább benne van az. Hogy legalább tényleg azt mondom, be is zsenézi a haját, kimegy, tudja, hogy egy kurva, de ezt szeretem, azért benne is azért van feelingje a gyereknek. Odalép, tudja, hogy én jó vagyok, egy kibaszott kurva vagyok. Oda megy szépen, beadja rabónából, focizik az a gyerek, hát szopjon le. Aztán ki a gecit érdekli, hogy írna sejknek, hogy kit basz meg, szóltól lehet basz meg, elmondom neked, bassza is meg, többet dolgozik basz meg, a magyar játékosok, hát magyar játékosok a barátnőtökön nem dolgoztok annyit, mint edzésen, elmondom neked. Úgyhogy igenis basz meg, pletyka meg nem, meg ilyen főszoktatás, meg írna sejk, meg a faszom sejk, meg mit se sejk, meg a faszom ere, elmondom neked. Én azért megmondom, hogy Zibra is egy beképzelt geci faszok volt, de tudod mit? Tud focizni. És a Ronaldóra is visszatérve, lehet, hogy egy buzi, egy metrosexuális geci faszok volt, de esküszöm, egyébként van feelingje, egy kurva, pályára lép, így kell megjelenni egy embernek, bazd meg. Őnek legalább azt mondom, hogy van mire, legalább focizik, bazd meg. Így kell játszani a kurva anyját már. Legalább csinál egy rabónát, egy csopot, mert annak nevezik, amikor a rálőtt ellövi, most ezekben nem megyek bele. Úgyhogy engem nem fogtok kioktatni, én úgyis elmagyarázok mindent. Mindegy, szóval igazából le van feelingje a gyereknek. Ő legalább azt mondom, fölép, ennyi. Mindegy. Aztán a... Mit akartam még mondani? De nem is érdekelnek az én sztárok. Én meg felszorom meg az egész médiát, hogy melyik Ferrari-ját töri össze, leszorom. Balotelli is tehetséges egyébként. De egyébként egy faszopó. Pont a győriekkel volt, hogy valami kisgyerekek elé köpött. Tehát ennyi igazából. Ők se istenek az én szemembe. Szopják le a faszt. Tehát ők is, tehát ezzel lófasz, amit csinál. Tehát a Balotelli is egy getiláda. De azért azt mondom, hogy egyet becsülök mindig a tudásban. Az azért van benne is. Tehát amúgy nem lenne gond, de... Hát szóval itt valami nagyon nem stimmel. Tényleg egyszerűen... Nem értem, hogy mi. Nem értem. Nem akarok senkit esküszöm, már elágyulok mindig a végére. Nem tudok, hogy mit mondani. Lehet, hogy mit dolgoznak is. Nem tudom, de annyira nem értem azt se, hogy akkor mondjuk azt mondanám, hogy szegények megijednek. De mi a gecimtől ijedtek meg? Az egész életben mindenhez nagy a pofátok, de ilyenkor a pályán, ahol kéne teljesíteni, ott nem megy. Baszd meg. Na erről pofázok. A védőket kéne fektetni, nem a nőket. Úgyhogy ennyi a véleményem, bazd meg. Ennyi, szóval egyszerűen azoknak kéne a kötényt adni néha. Szóval ez, hogy az életben nagy a pofátok, pályán meg egy faszopók vagytok, rájöttök, hogy ezek vagytok, bazd meg. A bűző szara Európának, ezek vagyunk mi. Ezen kéne elgondolkozni. Én nem tudom, én még egyszer mondom, én hazafi vagyok, rohadjak meg magyar csapat ellen, mondom, nem tettem, bazd meg, pedig már 80 ezer éve fogadok, és nem tettem magyar csapat ellen, itt vakuljak, bazd, azért nem, de mondom, egyszer tettem a Volán ellen, meg én soha nem szoktam magyar csapat ellen tenni. Mondom, most is azt tettem, nem kap ki a Debrecen, bazd meg. Hát nem kapott ki, persze. Csak éppen leégett a gecibe. Na, lényeg még, mit is kérem, mindegy, hogy 4 csapat, lett volna egy 6 is, akkor is kiesik, tehát most nehogy azt higgye valaki még egyszer, én nem színre megyek, hogy zöld, lila, piros, kupilila, bazd meg, fitmafék színű, fehér, kecimet érdekli, bazd meg, meg ilyen MTK, meg akadémia. Tudod, mi az akadémia, bazd meg, amikor leszopjátok a faszomat. Nem kell itt izé akadémia. Úgyhogy bazd meg, nem az életben, meg ilyen nagy képviskörés, nagy fasz,
Tudod mi? Elmondom neked. Nem. Elmondom, milyen szakmai része hagyjuk. Defenzív, passzív, ez a két szó, elmondtam minden. Nem kell egy szakmai. Nem tudnák, tényleg, hihetetlen technikailag is le vannak maradva, mint az Isten fasza. Tehát egyszerűen tényleg, hát nem tudom, mi a fasznak kell így elrúgni a gecibe. Azt tanuljátok edzésen, bazd meg, hogy a földön, és most jaj, majdnem ott sűrt a faszot, a riport, hogy jaj, mekkora geci volt, hogy ott három ilyen háromszögelés, meg pár kényszerítőt lekúrtak ugye a Debrecen. Hát bazd meg, ebből kellett volna az egész meccsen száz. Nem bazd meg azt, hogy van 5 perc villanás, amikor foci volt véletlen. Úgyhogy ebből kellene. Én nem tudom, szóval nem tudom, hogy lelki, vagy valami oka van, biztos inkább lelki. Én azért mondtam, hogy most ebből a szempontból érdemes megközelíteni, mert ti ufóknak gondoljátok magam, hogy nem. Mi is emberek vagyunk, ugyanolyan ember a másik is, ugyanúgy hibázik. Nem tudom, miért nem lehet ezt kihasználni. Nem tudom, egyszerűen miért kell kiesni. És tényleg, fejből megmondtam, hogy ilyen gyalázat nem volt a dílősi nemzetiskolás. És ez baszta ki, most azért csináltam ezt a videót, mert senki nem vagyok, de igenis bazd meg, elmondom a véleményem, ez más nulla. De ez ennyire már nem lehet leszokni. Én megmondom őszintén, hogy tényleg az embernek fáj a szíve. Fáj a szíve, hogy ezt kell nézni. Én mindig is szerettem a focit, de nem tudom, ez már nagyon ciki, amint ment. Ez nagyon gyenge. Egyébként most jön a lényeg. Na, náhogy megnézem a magyar románt, mert barom vagyok. Mert idióta fasz vagyok, mert fanatikus gett. Meg fogom nézni. De megmondom őszintén, mi van, ha kijutnánk a VB-re? 120 éve már ezt kellett volna, már 20 éve, meg már 90-ben, meg már 94-ben, az mindig ezt kellett volna kijutni. Úgyhogy nem baj, érdekel azt sem, hogy kijutnak. De biztos, hogy akkor meg az lenne, hogyha kijutnak. Tehát magyar rossz, mindig a két véglet, hogy vagy nagyon siricsend, vagy az, hogy jaj, ilyen fanfár, hogy jaj, kijutottunk a VB-re, akkor fel, biztos, hogy akkor nagy lófasz, ez nem kell lófasz. Nem kell bim-bum, semmi geszmec nem kell. Igenis, bazd meg, ha kijutottunk meg, akkor kész. Akkor nem kell most ünnepelni, semmi ünneplés nincs, bazd meg. Arra nem beszéljen dzsudzsákokról is, ha már válogatott. Igenis, bazd meg, ha ő a nagy dzsudzsák, 50-szeres válogatott, azt ilyen mátáknak adott gólpassz. Igenis, bazd meg, egyszer mutasd meg te is magadat, hogy tudsz focizni, hogy fasz, mert a tehetséged nem erre predesztinált, te geci. Ezt mutasd meg, bazd meg. Ne a Zimányi Lindát kulogasd, bazd meg. Hát ehhez nem kell élni, bazd meg. Focizni kell már megtanulni, bazd meg. És akkor ennyi, bazd meg, hogy ott a Dinamo, faszomat. Nem ez kell, bazd meg, focizni kell megtanulni. Elmondom neked, akkor magyar részre kitértem itt a Ronaldinho. Én még a Gerát nagyon szeretem, mert emberileg tényleg ő legalább egy normális gyerek, minden megmozdulással látszik. Az egész életben őről a példát lehet legalább venni, bazd meg. Hogy hova jutott el. Azért mégiscsak egy Európa Liga ezüstérmes, úgyhogy nehogy már azt mondjátok. A Gerát én azt tisztelem, mint az állat. Kibaszott jó. Ő benne van ez a csibészség, hogy ő technikás, cseles, megtanult az utcán focizni. Megvan benne az egész. Érted, mit mondok, ezt tud? Olyan, mint a töröcsikre visszatérve, a töröcsik, táncolj törő. Lehet, hogy egy alkoholista, de bazd meg, legalább tudod focizni, bazd meg. Ennyi értelemű, bazd meg. Úgyhogy ilyen emberekre lenne szükség, és most nem bántva a töröcsiket, Isten őriz. Isten őriz, mert igazából nehogy valaki bántásnak vegye, de nem kellett volna más sem mondani. De ez az igazság, bazd meg, hát tudjuk róla, hogy ivott is minden. És ő legalább tudott focizni. Hát pontosan, hogy én inkább értetem. Hát ez egy fasz ember, nem hiába táncol törő meg a mondások. Hát igen, ezek zsenik voltak, de ne is erről beszéljünk, meg zsenik is. De nem látom egyszerűen, hogy most annyi meccset megnézni az ember, és az ember mindig csak ül, és ott mit csinálok? Én is ülök, azt nézem az UN híradót, és ugyanúgy nem értem. Nem tudom, valamit, ez a kisebbségi komplexus, le kell vetközni a faszba. És tényleg, meg amit már elmondtam, ezt a magyarkodás is mindig elmondtam, most nem szóval, hogy nem kell, tényleg, fogjatok már össze ti is, bazd meg. Könyörgöm a rohadt Isten. Fogjatok már össze a magyar emberek. Én mondom, én nem vagyok rasszista, elmondom neked, hát magyarok többször megloptak engem, mint romák. Úgyhogy ennyire, erről is ennyit mondok nektek. Erről is ennyit mondok. Nagyon szomorú az véleményem. Én erről is azt tudom mondani nektek, hogy
hogy egyszerűen magyarok lelkileg képtelenek, történelmi igazolja, képtelenek vagytok összefogni. E pedig ezt kell, egymás szemébe kell nézni, az igazságot megmondani, érted? Mert így nem lehet se focizni, se politizálni, se élni, semmit nem lehet. Értitek, mit mondok, bazd meg? Hogy normálisan érted, nem lehet hazugságba érni, és tök mindent, hogy Bajnai, Gyurcsány, hogy nem érzek a politika, nem értek hozzá. De nem lehet hazugságokból élni, nem lehet hazugságokból építkezni, nem értitek meg? Ez a lényeg, bazd meg. Nem egymást kell leköpni, szembeköpni. Hát erről beszélek. A romák ott vannak, jönnek a bázelet, hívnak bazd meg 8 embert, az agyonvernek, legalább ő bennük ennyi megvan. Magyar ember meg elfut, mert nincs bennetek annyi, hogy összefogjatok, ti faszopok. Ez a lényeg, bazd meg. A piros faszomat már. Ez a lényeg, bazd meg. Nem bírtok még összefogni se. Szopjatok le. De el is szopjatok le, ezt meg már elmondtam a győri meccsé, hogy leszopni se lehet. Hát nem állsz fel a faszom ilyen mocskos emberek, nem mind amilyenek. Az általában a magyar emberek. Ki kell mondjam, de ez az igazság. Kurva istenit. Hát megnézek egy bármilyen faszopó formát, egymást anyázátok már mindenen. Egy kis fasz fitmafék, kis geci problémán. Hát én meg biztos, hogy kapom majd, de leszarom. Nézzétek végig a videót, utána dumáltok. Ha nem néztétek végig, akkor meg nem. Úgyhogy igenis elmondom neked, ez itt a probléma, bazd meg. Ez össze kéne már fogni, őszintén, tisztán, nem a hazugságba élni, a jövőbe tekinteni. Ennyi a lényeg. Aztán Trianon, nem Trianon, hogy milyenek voltak az élet, hogy igazságtalan volt. Sokszor úgy érzem már, hogy talán nem. Talán ezt érdemli a magyar nép, mert mindig elfut, mindig egy szaladó, egy geciláda, átbassza a másikat, átép a másikon. Akkor meg mit csodálkoztok, hogy itt tartunk? Mit csatol el? Faszomat csatolja el? Egyszer már egy faszomat csatoljátok el, bazd meg. Pedig nincs műfaszom itthon, de csatoljátok be magatoknak a vibrátort, bazd meg. A keci kurva anyjáért már, hogy nem lehet összefogni. Ott van a határon túli magyar, ilyen magyar, olyan. Fogjatok össze, szopogassátok le, mert addig ez lesz a szopás. Minden, de most nem a foci, bazd meg, az egész életben. Mindenhol csak leszoptattok minket. Az, mert mindenhol a vérciki faszopás van, a magyarországi geci, Orbán, meg a faszom, ezzel van teli, bazd meg. Mert már röhögnek rajtunk. Ez a lényeg, hogy valami más szemlélet kell. Meg az, hogy természeti értékek, már nincsenek, bazd meg. Nincsenek természeti értékek, már rég elbasztak itt mindent Magyarországon. Mindent tönkretettek, természetvédelmi, minden szempontból céljel basztak már mindent itt. Elvettek, ami mozdítható, mindent szétbasztak. Nem tudom, hogy ez a rombolás, ez tetszik, vagy jó valakinek. Nem értem. Amiért nagyon el vagyok keseredve. És na, ilyenkor mondom, hogy a meccs, hogy ez több, mint egy meccs. Hát igen, ez több, mint egy meccs. Úgyhogy gondolkozzatok el, lassan be kéne fejeznem szerintem ezt a fasz szokó geci, mert azt sem tudom, mennyi lesz ez a geci, azt nem tudom majd a YouTube-ra se föltenni. Majd megvágom. Nem félretéve itt a viccet. Amúgy el... Hát azért azt gondolom lejött, hogy azért kicsit... Úgy azért van egyfajta hozzáállásom, meg egy, nem azt mondom, hogy szövegem, de azért van egy kis affinitás bennem. Ez a lényeg, hogy a humorotok meg maradjon meg. Addig nem lehet gond. Ha már nem is élnék, ha komolyan vettem volna. Hát ilyen Debrecen 3-0. Elmondom neked tegnap, ha kiugrok itt az ablakon, semmi. Teljesen természetes reakció. Nem lehet ezt kibírni idegileg. Tehát aki, én megmondom őszintén, és miért pofázok, most jön a lényeg, mert érzékeny vagyok. Aki ilyen nem törődöm lesz, hogy nagyképű geci, az nem fog nektek itt dumálni. Ki dumál? Aki fölbassza magát, aki érzi. Meg ez ugyanaz dolga, amikor azt szoktunk megmondjátok, hogy jaj, leszarom a Vidit, meg leszarom a Debrecent, meg leszarom a magyar focit. Nem szarjátok le. Miért nem szarjátok le? Mert fölkúrjátok magatokat. És ami fölkúrjátok magatokat, az érdekel. Nem így van? Ami fölbasszátok magatok, az érdekel. Ha beváljátok magatoknak, ha nem. És tudom jó, hogy a lelkük mélyen az emberek szeretik a focit. És persze is felbasszák magukat, mert ez az igazság. Hú, ki is izzadtam, bazd meg, amit beszéltem. Azt tögeci kurva életben. Tehát igenis, bazd meg, persze is fölkúrják magukat, hogy a büdös picsában ne basznák föl. Ennyi, úgyhogy akit valami érdekel, persze is felidegesíti magát. Hiába mondják azt, hogy jó, nem a fasz, nem. Fölbasszák magukat, higgyétek csak el nekem. Én sem mondanám itt a hülyeségemet, hanem egy olyan ember lennék, amilyen. És remélem, hogy nagyon sok tanulság volt, mert aki nem elfből nyomja rá a disználkot, meg nem elfből jön ide pofázni. Nem elfből. Elfből éltek.
azt nézitek, jaj, de jó, hogy kiesett a győr. Ennyi, ellentek fordítom a saját szavatokat. Mi az, hogy jaj, de jó? Nem egymás ellen kell magyar-magyar cid. Elmondom neked, a magyarnak mindenki ellensége, nézd meg, szerb, mindenki után minket, mint szar, szlovák, szerb, román, hát azt nem azt nem mondod, hogy barátok. De elmondom a magyarnak, talán a történelmi mondás, magyarnak a legnagyobb ellensége magyar. Ennyi, szóval, mondom, ezeken el kell gondolkozni, hogy eleve össze kell tartani. De azt a csodálkoztuk, hogy ez a lefogtatás van. Mondjuk, mikor bekapcsolom a gépet, azt megnézem, hogy miket kaptam. Ilyen kis szerelmes leveleket, nem probléma. Nekem nem probléma. Mondjuk én mondom még egyszer, ha nem pofáznák itt, biztos, hogy bebasszák egyszer-kétszer majd a pofámat, de én ilyen vagyok. Ha egy barátom sem marad, ha én maradok, egyedül is pofázok. Mert én ilyen vagyok. Én nekem az igazság számít. De ennyi a véleményem. Úgyhogy komolyan mondom, csak a jót. Nézzétek a jót. Ha barátotok, minden kapcsolatotokat rendezzétek, bazd meg. Mert ez nem működik. Tartsunk össze, mi magyarok. Könyörgöm, egy kis országba vagytok, de még ez a kis ország is így megvan. 20-80 része fel van osztva, érted? Nem az, hogy Trianon. Meg van osztva az ország. Vallásilag, etnikailag. Nem menjünk bele, mondom, én nem vagyok rasszista, bazd. Föl van osztva az ország, nem érted? Politikailag, jobbik, nem jobbik. Jobbik a faszon vége a jobbik. Melyik vége a jobb a faszonnak? Jobbik. Anyát picsáját. Úgyhogy... ennyi. Úgyhogy én most már is dumálok többet. Összetartás, kitartás, szeretet, ezek visznek előre. Más nem, baznek. Különben meg fogtok, innen még el is tűntök Európába, baznek, hogy ilyen szopás megy, ami itt megy. Nem, most nem fogtok minden. Tehát ezt kell, és kimondom, igenis, baznek. Nem izé vagyok én valami pap, hogy itt szónoklok. Ez az igazság. Összefogás, szeretet. Enélkül nem megy, baznek. Ne csodálkozzatok, hogy már mindenhol leszopunk. Hát bazd meg, egy szerb, egy román miért tud összefogni, a magyar miért nem? Ja, amíg a szurkolót kiadtam, bazd meg. Nem itt kéne mondanom, de most a szurkolót kiadtam. Hogy ugye még tegnap mit hiányoltam, hogy igenis bazd meg, drasztikus, amit mondok, de azt még oda a részt, az a közepén is csatolom, hogy be kellett volna menni 3-0-nál és jó megverni a játékosokat. Ez az igazság. És az most szomorú, hogy ezt kell mondanom, de nincs már az a jó értelembe vett, nem is agresszivitás, hanem az a jó értelembe vett. Nincs. Az emberek már csak még fújjon is, hogy fújoltak. Ezt nem értem. Tehát ez már azért túlzás. Igenis, de viccet félretéve ez a vicc része volt. Nem, össze kell fogni. Szeretette. És tényleg mindenki testvéreként gondoljon még a barátjára is. És könyörgöm, így lehet. Minden szebb. A foci minden így lehet, hogy előre menjen. Na.